Sziasztok, ez itt úgyfent négy nyolcadó volt, ezúttal egy igazán speciális, különleges kiadást mutatok be nektek, ami nem más, mint a Harry Potter harmadik részének az Azkaban Hogwarts-nak a gyűjtői speciális kiadása. Az elején meg is kérdezhetnétek, hogy akár, hogy én miért vettem meg ezt a kiadást. Ha egy DVD is lett volna, valószínűleg meg se vettem volna. Bár még az Azkaban Hogwarts az egyik legjobb részt a sorozatban, hibái ellenére is. De például az első kettőt nem is hiába nem vettem meg először, mert én azokat a leggyengébbnek tartom, aztán még a négy se lett olyan tökéletes, de egyébként az is nem rossz, tehát a látványos kereteken belül, stb. No, de erről most lehetne majd, lehet, hogy lesz is volna egy külön filmtárolat, úgyhogy nem beszélnék többet. Lényeg az, hogy milyen ez a kiadás, érdemes megvenni. Tehát én 2500-ig vettem, akciós volt éppen, és ezért gondoltam, hogy megéri, hát nem kevesebb DVD van benne, mint majd mindjárt meglátjátok. Szép, nagyon szép kiadásban jelent meg, ez a másik pozitív tulajdonság, amit megéri megvenni. Tehát, hogy ez a harmadik kiadás méghozzá vadonatúj új dokumentumfilmmel, ugyanis ez a kiadás tartalmazza a gyakorlatilag az extra DVD kiadás minden így készült egy dokumentumfilmjét, sőt mást is, amit látni fogjátok, illetve magát a filmet, és ezen kívül ugrik még rá egy jó nagy másfél órás, most tudom valahogy, hogy így dokumentumfilm sorozat, és ez mindegyik résznél más és más. És ez átöleli az egész sorozatot, jelen pillanatban a lényekről van ebben a részben szó. Ez tehát azt jelenti, hogy ez a harmadik extra, ez az egész sorozatot tekinti át, egy adott aspektusát legalábbis, effektek, lények, makettek, színész kiválasztás, rendezés, sorolhatnám, tehát különböző jelmezek, egyebek, mindig más és más tekint át. Tehát ebben a dokumentumfilmben az egész sorozatot láthatjátok át egy szempontból. Még a többi extrák, amelyről mindjárt még bemutatok részletesebben, pedig a harmadik filmhez kapcsolódnak. A hátoldala is nagyon jól néz ki. Hoppá, bocsánat, a leírás láthatunk, különböző díjazás jelöléseket, stb. Díjazásokat, főszereplő, rendező, milyen hangzás található benne, ugye, magyar, angol, milyen nyelv, és az a jó benne, hogy itt a magyar is ért pont egy. Mert egy belósik sorozatra például. És az angol is egy pont egy, tehát már ez is szuper. A feliratok magyar, angol, bolgár, horvát. Igen. Úgyhogy ez nagyon jó, de egyébként az a plusz dokumentumfilm, természetesen a harmadik része kiemelten foglalkozik, aztán említettem, alkozó Cuarón, bocsánat, rendező, spanyol nyelvű, de feliratozott interjúja során láthatjuk, hogy konkrétan ebben az epizódban mik vannak, de természetesen mondom, azért sokszor láthattuk olyan részeket, amelyek az egész sorozatot fogják benne mutogatni, tehát nem csak ezt az epizódot. No, nézzünk egy kicsit mélyebbre. Go deeper. Vagy nem a Dream-be, de hanem a DVD-be. Ezt leszedjük, és megjelent még egy dupláztam. No, hát nem, ugye ez a sülmatok, amely ugyanúgy néz ki, csillog, villog, szép. No, de nézzük, mi vár ránk belül. Belül egy jó, szép, fekete megoldás van. Itt látható Marge néni, ha jól emlékszem, ugye van? Aki föl van fújódva az örömtől, hogy milyen szuper ez a DVD kiadás, nem hiába elkezdték. Ilyet, aki emlékszik a filmben látható jelenetre, akkor jól, már humorosan indul az a rész, pedig ebben egy fekete humor inkább jellemzőbb ebben a részben, hiszen egy angol-mexikói koprodukció lehet is fogalmazni, amerikai pénzzel, természetesen mindenhol amerikai pénz van, egyikorában is amerikai pénz volt, de szerintem minden más egy-két színészen kívül nem amerikai volt, nem a világ minden tájáról jöttek alkotók, magyarok is. És ebben a sorozatban is egyébként sok magyar alkotó van, ezt, hogyha megnézitek a stáblistákat, akkor tudni fogjátok, CGI effekteknél, statiszták, kaszkadőrök, a Trónokharcában is van a Jukrában, és a Harry Potterben is, úgyhogy ezt nézzétek meg, csak így hirtelen mondtam, azt a Star Wars új részekben is volt valami
magyar kapcsolódás, úgyhogy csak így mellékesen mondom. Tehát itt láthatóak az extra. Érdekes volt, ez a második lemez. Nem értem, hogy miért így van. És itt van az első lemez, ahol a film látható. És itt most található, ezt meg tudom mutatni nektek. A harmadik lemez, amely gyakorlatilag láttam az asztas plusz lényekre szóló nagy dokumentumfilmet, amiről előbb említést tettem, hoppá. Akkor meséljünk arról, hogy mit tartalmaz a második DVD. Tehát a, úgymond a szokásos extrát, egy minimális segítséget fogok kérni. Az internet segítségével, mert mindent én nem tudtam megnézni. Én gondoltam, hogy annyira tetszett már külsőleg ez a kiadás, hogy ezt most így bemutatom nektek. No, a DVD egyébként nagyon jó minőség, tehát mindenkinek ajánlom. Tehát képben az egyik legjobb a DVD keretén belül természetesen. No. A filmből kapható ám egy egyemelőzős kiadás 1000 forintért, és szerintem az alatt nem éri meg. Itt 2005-ére a lebbe árba is jobban jött ki, mint hogyha ha levetítem a 3 DVD-re, meg egyébként is. Szerintem sokkal-sokkal jobb volt, jobban megérte. Hát nem igaz, nem akarom megtenni, mert most nem hozzá elő, akkor kéne. Hogy be fogom egyébként mutatni a következő részeket is, én azt kell mondja, valószínűleg igen. Valószínűleg az egy-kettő lehet így utoljára, mert azok nem állnak a szívem csücskéhez leginkább közel. Így enyhén fogalmazzak. Na, mondom akkor a, mondjuk így a hagyományosabb extrákat. A második DVD találhatók. Elbütszelt varázslatok című memóriajáték. Tehát ez az a plusz harmadik meglepetés, mondhatom így, amit az előbb direkt nem mondtam még el. Lényeg az, hogy így gyakorlatilag ilyen majdnem a mai Wii U, illetve ezeket a mozgásérzékelős játékokat nem, tehát a megszokott környezetben, nem a mozgásérzékelő természetesen mutatják be, tehát azokat tudjuk lejátszani majdnem, csak ugye mozgáskezelés nélkül, hanem így a távirányított, illetve egyebeket használva, és ez tök jó, mert családi, igazi családi játék. Hát esküszöm, hogy ki fogjuk próbálni, vagy lehet, hogy mesélek is róla. A másik, kapjuk el csámpászmak ezzel, ez egy ilyen, ugye nem, ez inkább már egy ügyességi játék, ennek az előző valami egy ilyen, hát nem újra játék, ugye, amiben is benne van. És van még egy kaland Sir Cadogannel, aki ugye azt hiszem fejnélkülő Nickhez hasonlatos szellemecske, de már nem emlékszik, mert nem vagyok annyira olvasni, és olvastam annól a könyvet, de már régen. Ő valószínűleg vele pedig valami kalandjátékszerű lehet. Na, ezen kívül van még varázslókártya csere is, lehet varázslókártyakat gyűjteni, ha jól tudom, aztán ma is lehet még interneten is egyébként, illetve van egy rossz volt, történelméről szóló kis játék is, neked ilyen jelenet. Na, vannak kivonat jelenetek. Ezen kívül így készült néhány jelenet. Kis film, illetve egy varázslatos lényeg gondolása, film állat idomár. Jaj, ugye ez konkrétan a harmadik filmre, értsetek most ezeket az extrákat. Ezen kívül egy interjú a szereplőkkel, a Green Bus sofőrjével és az ugorfáj közreműködésével egyetemben. Ugye és egy ilyen humoros jelenet volt a filmben. Interjú, exkluzív beszélgetés Harry Potter könyvek írónéjével, ugye J.K. Rowling-gal. És aztán ti is tudjátok közelről, hogy most kedvelt az adott filmet, vagy sem, ugye figyeltek az utasítás, nem az utasításaira, az ötleteléseire, stb. Vagy sem. Hol vannak előzetesek, mind a három Potter film az első háromhoz, illetve a film alapján készült játék. Ugye ez még egy nem is olyan rossz játék volt az első három, mert Potter, illetve még az ötik részé volt értékelhető.
Van Kip Galéria is, ismerjük meg a Roxford Faládisztú porcikat, festményeket, ugye, amiket a filmből is láthatunk. Karaoke is van rajta. No, hát ezen is meglepődtem, ezt nem is tudtam. Énekelj együtt Roxford kórussal, szóval elég sok érdekes dolog van rajta, fogalmazunk így. Gondolom ez azért kell a mikrofon, de hát az nem drága, és 6-7-800 ezer vette vannak. Interaktív túra Lupin professzor tantermében. Ilyen egyéb videók, és egy érdekes interaktív túra, ami az Eskolásházban, és egy érdekes dolog. Ugye, ezeket láthattuk valamelyest ugye a filmben, de nem olyan részletesen mélyen és hosszabb ideig, mint mondjuk a könyvben olvashattunk róla, jól emlékszem. És a harmadik dokumentumfilm lemez pedig ugye a Harry Potter világának megteremtése, a harmadik rész, a lényeg. Barangolt be Nick Dunman lénykészítő műhelyét, és ő ugye nem csak a harmadik részt fogja tálalkozni, amit említettem. Majd következik egy interjú, spanyol nyelvű interjú a magyar felirattal, Alfonso Cuarón rendezővel, amit említettem. Három kis film, korabeli tévéműsorokról, mely ugye a lényekről és részben a harmadik résszel is foglalkozik, és előzetesek, különzetesek tévéreklámok átfogó galériája is várt titeket. Szóval azt hiszem, ez elég erős extra mennyiség. Szerencsére benne van abban a keretben, ami még viszont nem túl sok. És szerintem ez egy nagyon, de nem is kevés. Ez nekem nagyon tetszik. Az igazság. Hogy egy ilyen részletes kiadás is kikerült. Nagyon sok filmnek ezt kéne követnie. Értetlen számomra például a Sötét Lovag trilógia, vagy akár Star Trek, Star Wars, nem jött ki azonnal ilyen jó minőségű DVD kiadványa, mint ez, vagy egy gyűrűk, amelyeket még mutattam, mert ezek megérik az árukat, és külsőleg belsőleg gyönyörűek, tartalmasak, és egyéb, úgyhogy mindenkinek ajánlani tudom, főleg ilyen 2000-3000 körül nem egy rossz kiadás. Sajnos még nem sajnálom, hogy Blu-ray-en, viszont ezeket a kiadványokat általában nem lehet megvenni, ezért is tudom meg a DVD-n, mert majd egy-két éven belül is elvileg át szeretnék állni Blu-ray-re, de hát sajnos ez most még nem lehetséges, mert elég drága, és még a Blu-ray gondoltam, még várok néhány évet, de viszont a többi filmet majd veszek későbbiekben, úgyis be fogom elvileg mutatni. No, és még annyit akartam mondani, hogy a többi kiadást tehát majd elvileg be fogom mutatni külön-külön, úgyhogy várhatom majd még több ilyen 3 DVD szett Harry Potter sorozatból, úgyhogy, de hogy a sorrendje hogy lesz, azt még nem mondom nektek. Ennyi lenne, amit akartam mondani, remélem tetszett a kiadvány, igazán megéri az árát, és a film is az egyik legjobb a sorozatban, bár nekem mondjuk a kedvenc az a hatodik rész, meglepetésre sokak számára esetleg, hogy miért azt majd, ha lesz esetleg egy filmtámadás, akkor elmondom. A záró részek, ki a 7-8, így egybe megy igazából az egy film, tehát külön az első az kicsit gyengébb, az utolsó záró lenne az igazán jó, de hát egybe lehet venni, és akkor még ez a rész az, ami még talán harmadiknak bejönne, aztán ötödik, negyedik, és akkor a többi, ugye. No, ennyire nem akartam mondani, búcsúzom tőletek, mielőtt viszontlátásig, sziasztok!